A Magyar Paralimpiai Bizottság és a Fogyatékosok Országos Diákverseny és Szabadidősport Szövetsége február 22-én a parasportok és a parasportolók megünneplésére készülve lélekmozgató programjával együttműködésre, megemlékezésre hívja Magyarország óvodáit, iskoláit, önkormányzatait. Kérik a polgármesteri hivatalokat, hogy lehetőségeik szerint emlékezzenek meg a Magyar Parasport Napjáról. Összefogásra biztatják az önkormányzatokat és a köznevelési intézményeket, ahol csak lehetséges, dolgozzanak össze és valósítsanak meg közösen programot. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendezvényekről a Megyeházán tájékoztatták a sajtóképviselőit. Szerettünk volna egy szimbolikus együttműködést is megjeleníteni, hiszen itt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés, elnök úron keresztül a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület, a FODISZ elnökasszonyon keresztül, és hát természetesen azok a parasportolók, akik nagyon sokat tettek az országért, a megyérért, a városért, ők mind-mind egységesen álltak fel, és ezzel is szerettük volna hangsúlyozni, hogy valóban a parasport napja az egy nagyon fontos ünnepe Magyarországnak, és nagyon fontos ünnepe a közösségeknek, és bízunk benne, hogy nagyon sok emberhez eljut majd ennek a híre. És igaz, hogy most a pandémiás helyzetben most csak online lehet bekapcsolódni ezekbe a történésekbe, de úgy gondolom, hogy ez is nagyon fontos jelen helyzetben. Peres János paralimpikon 1992-ben Barcelonában, 2000-ben pedig Sydneyben képviselte a magyar színeket. Az ülőröplabdázó kérdésünkre arról beszélt, hogy mit köszönhet a sportnak. Mindent. Úgy a otthoni életben, a családi életben, mint a munkahelyen, magánéletben, és hát az emberekkel való kapcsolatban nagyon sokat kaptam. Kitartásra, odafigyelésre, egymás elfogadására, nagyon sok mindent tanultam és kaptam. Siker titka igazán a játék szeretetében volt, meg az, hogy két olyan csapatra való gárda került össze, akik ízig-vérig űzték ezt a sportot, és valóban a kimondottan kiemelkedő első csapatnak a segítségére lehetett hosszú-hosszú éveken keresztül. A hét közepéig a megyében több mint egy tucat iskola és óvoda regisztrált a lélekmozgató programra. Hétfőn a testnevelési órákon többek között játékos feladatokkal, parasportági bemutatókkal, bizalomfejlesztő játékokkal emlékeznek meg a Magyar Parasport Napjáról.